Hátványos pusztítást végeztek a vandálok tegnap éjjel a Széchenyi városban, nem messze a városrész új közösségi házától. Szamler László önkormányzati képviselő munkába menet fedezte fel a rongálás nyomait. Az egyik padcsort teljesen tönkretették, a másik kettőből is leszakítottak néhány deszkát. Közben szeméttel borították be a területet és a műfivet is megpróbálták felgyújtani. A rongálás azért is fájó, mert ezek a padok pályázati forrásból készülhettek el, a rendeltetés szerű használatból adódó hibák javítása épp most következik. Volna. a randalírozók miatt, azonban valószínűleg a garancia is elvész, tudtuk meg Szamler Lászlótól. A képviselő értesítette a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft-t a károkozásról, a szakemberek délelőtt már ki is mentek a helyszínre. Amit tudtak, helyre is raktak, a javítás azonban hosszabb időt vesz igénybe. Annyi biztos, hogy szeptember 18-áig rendbe kell hozni a padokat, hiszen akkor avatják majd fel a Széchenyi Városi Közösségi Házat.